Visszatértünk a stúdióban. Köszöntöm Nagy Géza Örnagyot a Magyar Honvédségtől. Ismételten toborzásba kezdett a Magyar Honvédség. Idén is. Ez idén miként zajlik, és pontosan miért van rá szükség? A Magyar Honvédség toborzása tulajdonképpen folyamatos, hiszen a Magyar Honvédség egyrészt tartalékképzését folyamatosan fejlesztjük. Mind a területvédelmi tartalékos, mind a műveleti tartalékos, tartalékos szolgálati formát, azt folyamatosan töltjük, és hál' Istennek ebben a megyében elég komoly az érdeklődés ezekre a szolgálati formákra, de természetesen a Magyar Honvédség aktív állományát, a szerződéses állományunk katonákat is toborozzuk, az ők toborzásuk is folyamatos. Most az őszi időszakban az iskola szezon elindulásával erre fektetünk nagyobb hangsúlyt. Szeretnénk a középiskolákat meglátogatni, és a középiskolákba a diákok számára népszerűsíteni a Magyar Honvédség szolgálati formáit, illetve a tanintézményeket, mind az altiszti akadémiát, mind pedig a katonai felsőoktatásban rejlő lehetőségeket, és magát a Magyar Honvédség adta életpályát, hiszen ez egy élethosszig tartó életpályát kínáló lehetőség a fiatalok részére. Folyamatosan tanulhatnak, képezhetik magukat, és folyamatos fejlődési lehetőséget biztosít a Magyar Honvédség a hozzá csatlakozó fiataloknak. Hogyan tudják vonzóvá tenni a katonaságot, mint életpálya modellt a fiatalság részére? Tehát gondolok itt arra, hogy a középiskolákban mi mindent mondanak el, mi mindent mutatnak meg ebből az életpályából? Természetesen megpróbáljuk egy kicsit interaktívan bemutatni a Magyar Honvédséget, elviszünk olyan hatástalanított fegyvereket, amelyek ma is a Magyar Honvédségben használatosak. És ez rögtön érdekli a fiatalokat. Így van, ezzel egy kicsit oda vonzuk magunkhoz őket, de természetesen a mai fiatalok nagyon céltudatosak, és nagyon konkrét kérdésekkel érkeznek hozzánk, mind fizetési, mind lehetőségeket, a Magyar Honvédség továbbtanulási, fejlődési, előmenetel lehetőségeket konkrétan megkérdeznek. Természetesen mi igyekszünk erre egyértelműen válaszolni, hiszen a Magyar Honvédségben tényleg élethosszig tartó lehetőségek vannak. Olyan lehetőséget kínál a Magyar Honvédség a fiatalok számára, amely folyamatos fejlődési lehetőség, folyamatos tanulási lehetőség, előmenetel, és ez természetesen anyagi fejlődéssel is jár az életpálya során. Ugye, hogyha már a továbbtanulásról is szó esett, hiszen várnak ugye szerződéses katonákat is, akár már 18 éves életkor betöltött személyek ugye jelentkezhetnek tudtommal, illetőleg ugye továbbtanulásra is van lehetőség. Milyen továbbtanulási lehetőségei vannak egy 18 éves fiatalnak? A legfontosabb a katonai felsőoktatás lehetősége. Ugye a katonai főiskolán a tisztképzés fellegvárában, a közszolgálati egyetemen folyik a tisztképzés. Ide várjuk azokat a fiatalokat, akik hivatásos katonai pályát szeretnének választani, és élethosszig tartó elkötelezettséggel szeretnék a Magyar Honvédséget szolgálni. Ez egy olyan lehetőség, amelyet természetesen én is végigjártam. Ez egy olyan lehetőség, amelyben a fiatal megmutathatja önmagát, kiteljesedhet a Magyar Honvédségben, és természetesen lehetőség van külszolgálaton részt venni, missziós tevékenységekben részt venni, vagy akár NATO beosztásokat ellátni a fiataloknak. Ez a lehetőség a fiatalok részére egy olyan kaput nyit meg, egy olyan társadalom mellett párhuzamos életet élhet, tehát tulajdonképpen a Magyar Honvédség olyan életet kínál neki, ami komoly társadalmi elismertséget jelent. Ezen kívül azok, akik nem a felsőoktatás iránt érdeklődnek, azoknak lehetőség van az altiszti akadémián tovább tanulni. Itt altisztképzés folyik. Ők is élethosszig tartó kapcsolatot alakíthatnak ki a Magyar Honvédséggel. Számukra is nyitott a külszolgálat lehetősége, NATO beosztások lehetősége.
az altisztekre is nagyon nagy szükség van a Magyar Honvédségbe. Ugye az altiszti kar az a középvezetői réteg a Magyar Honvédségben, amelyre a tiszti kar támaszkodik, tehát nagyon fontos pozíciót töltenek be. És itt el kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen az altiszt képzésben szinte minden olyan szakmát meg lehet találni, mint amit a civil életben is. Tehát, hogyha valaki vezető szeretne lenni, akkor az altiszti pályán is megtalálja a helyét, hogyha valaki logisztikai szakterületen szeretne tovább tanulni civil életében, ezt a honvédségen belül is megtalálja. Tehát tulajdonképpen a fiataloknak ugyanazokat a szakmákat kínáljuk, amit a civil életben is el tudnak érni, csak mindezt egyenruhában, hivatásos katonaként látják el. Alapvetően milyen feltételei vannak a jelentkezésnek? Tehát milyen fizikai, illetőleg mentális beállítottságú fiatalok jelentkezését várják? Nyilván kell egyfajta elhivatottság, hiszen az egyenruha viseléshez kell elhivatottság, és kell egy olyan alázat, amit minden fiataltól elvárunk. De az alapfeltételek, az Altiszti Akadémia bekerülés feltételei érettségi bizonyítvány, és angol, német vagy francia nyelvből alapfokú nyelvvizsga. Amely, hogyha ezek az alapfeltételek megvannak, én úgy gondolom a mai fiatalok vannak olyan fittek és egészségesek, hogy az egészségügyi és fizikai követelményeknek meg tudnak felelni. Természetesen magyar állampolgárság, magyarországi lakcím és büntetlen előélet szükséges a bekerüléshez. Én úgy gondolom, hogy 18 évesnél ezek azért alap dolgok. A katonai felsőoktatásba ugyanúgy érettségi bizonyítvány szükséges a bekerüléshez, ott azért egy kicsivel magasabb tanulmányi eredményre van szükség, illetve középfokú angol nyelvvizsgára, hogy be tudjanak kerülni. Egyébként a fizikai és egészségi feltételeknek való megfelelés ugyanúgy, ahogy az Altiszti Akadémián, nem gondolom, hogy egy 18 éves számára kihívást jelenthet. Azok, akik szerződéses katonának jelentkeznek, és a honvédség felveszi őket, a kiképzés az hogyan zajlik, hogyan képzeljük el? Alapesetben a kiképzés a Szentendrei Altiszti Akadémiára van szervezve. Ettől eltérően némely katonai szervezet is különböző helyőrségekben szervez alapkiképzéseket a szerződéses katonáknak. Ez lehet Szentes, Tata, Debrecen, Kaposvár, de alapvetően Szentendrére szervezik az első felkészítést, az alapkiképzést. Ez egy 10 hetes felkészítés. A 10 hét alatt azokat az alapfeladatokat tanulják meg a szerződéses katonák, amely ahhoz szükséges, hogy valaki egyáltalán katona legyen. A szakfelkészítést majd az adott katonai szervezetnél, ahová a szerződést kötötte, ott fogja megkapni az alapkiképzés teljesítése után. Volt szó korábban ugye a pénzbeli juttatásokról, nyilván ez sokakat érdekel, hogy amennyiben katonának jelentkeznek, körülbelül milyen juttatásokra számíthatnak? A szerződéses katonák anyagi juttatásai természetesen mind a mellett nagyon sok kiegészítő anyagi juttatást szolgáltat a Magyar Honvédség. Az a fizetés, hogyha valaki érettségivel rendelkezik, a 170 ezer forintot meghaladó nettó illetményt jelent. Érettségi nélkül ez 140 ezer forintot meghaladó illetményt jelent. Ez az alapfizetés. Erre természetesen különböző kafetéria juttatások, élelmezési ellátás jár a szerződéses katonának, illetve laktanyai elhelyezés. Ez egy kollégiumi rendszerű elhelyezést takar tulajdonképpen magába. Ruházati ellátást természetesen, hiszen ugye katona lévén egyenruhába kell a feladatait ellátni, illetve a hétvégi hazautazásokat a Magyar Honvédség természetesen az előírtak szerint megtéríti. Csak kíváncsiságból kérdezem, hogy ugye volt arról szó, hogy folyamatos a toborzás gyakorlatilag, most jön egy nagyobb kampány, de mi az általános tapasztalata mondjuk az elmúlt éveknek? A fiatalok mennyire érdeklődnek a katonaság iránt? A területvédelmi tartalékos toborzás kapcsán a mi megyénkre vonatkoztatva mondom el a tapasztalatot, mert természetesen minden megye, minden régió más és más adottságokkal rendelkezik. A mi megyénk egy komoly katona múlttal rendelkező megye.
Ugye ez az észak-keleti régió nagyon sok katonát adott eddig is, és most is nagyon sok katonát ad a Magyar Honvédségnek. A területvédelmi tartalékos katonák toborzása kapcsán láttuk azt, hogy azért a magyar embereknek a lakóhelyhez való ragaszkodása nagyon, nagyon magas. És éppen ezért területvédelmi tartalékos katonák toborzása egészen jól alakul a megyében, hiszen ők munkájuk, családjuk, tanulmányaik mellett el tudják látni ezeket a feladatokat, de már nem vállalják azt, hogy esetleg egy más helyőrségbe elmenjenek. Azt sajnálatosan el kell mondanom, hogy a megyékben nagyobb katonai szervezet sajnos nincsen, ahová nagy létszámban szükséges szerződéses vagy hivatásos katona. Így mi tulajdonképpen más helyőrségeknek, más katonai szervezeteknek, tehát nem a megyében települt katonai szervezeteknek toborzunk, de a megyében az érdeklődés folyamatos, lehetne ennél magasabb, éppen azért igyekszünk komolyabb kampányt elindítani most az ősz folyamán. Minden középiskolába igyekszünk eljutni, hogy a fiatalokkal megismertessük azt a lehetőséget, amit a Magyar Honvédség biztosít. És végezetül akkor mondjuk el, hogy aki esetleg most itt a tévéképernyő előtt kedvet kapott, és már is jelentkezni szeretné, akkor ezt hol teheti meg? Először is ajánlanám részükre az irányasereg.hu weboldalt, ahol szinte, sőt minden szolgálati formáról nagyon részletes tájékoztatót találnak, és azon keresztül is eljuttathatják érdeklődésüket a toborzó irodánk felé. Egyébként helyileg Miskolcon a 65-ösök útja 2 szám alatt vagyunk, és hivatali munkarendben vagyunk nyitva, várjuk az érdeklődőket. Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm, és sikeres toborzást kívánok. Köszönöm szépen.